Köszöntöm Önöket, ez a Weekend, a Kölcsei Televízió kulturális magazin műsora, április 1-én pénteken. Nézzünk mai témáinkból néhányat, hamarosan Pregice Fruzsinával, a Móricz Zsigmond Színház színművésznőjével beszélgetünk, aki az Ukrajnából menekültek megsegítésére jótékonysági estet szervez, Vata Hajnalka népdalénekes közreműködésével. Vendégem lesz Nagy Csaba tárogató művész, aki a közelmúltban Liszt Ferenc díjat vett át, az idei nyíregyházi tavaszi tárlatra is ellátogatunk majd. A híradó után gyermekkönyvekről beszélgetünk, hiszen április 2-a a gyermekkönyvek nemzetközi napja és a meseírás napja is egyben. Végül, de nem utolsó sorban a Sóstói Múzeumfalu szombati programját ajánljuk Önöknek a Roma Kultúra napján. Tánc, zene, kiállítás és autentikus ételek is várják a skanzenbe érkezőket. Első vendégem már itt ül a stúdióban, Pregice Fruzsina, a Móricz Zsigmond Színház Jászai díjas színművésze különleges, bensőséges előadásra várja a nézőket jövő csütörtökön, melynek bevétele jótékonysági célt szolgál, de hát a részletekről azt hiszem, hogy sokkal több mindent tud elmondani Fruzsina, akinek először is szívből gratulálok, mert személyesen még nem tettem meg itt a stúdióban, mert a múlt héten már ugye egy riport formájában beszámoltunk az újabb sikereidről. Mondhatjuk azt, hogy most ez a sok-sok év és az az áldozatos munka, amit tényleg a kultúra elhivatott követeként tettél, most itt díjakban is úgy látszik, hogy egymást követően vagy elismerésekben megmutatkozik. Milyen érzés volt egyébként, amikor megkaptad? Nagyon jó. És amikor csak tudom, azt elmondom, hogy egy másik jeles értékelés után úgy szólított meg az utca embere, az én kis közönségem, hogy tudja, Fruzsika, ezt nem csak maga kapta, egy kicsit mi is kaptuk. Tehát én igazából, ahogy 30 pluszos éveimet itt töltöm a városban és a megyében, egyfolytában azt érzem, hogy annyi minden szép és jó tört, összes kitüntetésemet ide tudom kötni Nyíregyházához, hogy valahogy vissza kell adjam. Illetve nem csak, hogy visszaadjam, hanem az itt élőknek az önbecsülését, vagy a belső erejét szeretném egy kicsit erősíteni, és hozzáadni, hogy itt is vannak nagyon szép és nagyon fontos értékek az országban. Hát az, hogy ugye egy-egy elismerés után nem lehet hátradőlni, vagy legalábbis az, aki szívből és lélekből dolgozik, az nem is tud hátradőlni, az bizonyítja, hogy már is itt előálltál egy újabb, nagyon nemes estel, mégpedig egy jótékonysági estel, ez április 7-én a Szent Atanász görög katolikus főiskolán lesz, és a címe De legyen világosság. Igen, segíteni kell most a világban, és amikor az ötlet kipattant a fejemből, megkerestem dr. Végső Tamás rektoratját, a görögkatolikus ügytudományi főiskola rektorát, hogy mit szól hozzá, és hogy benne van-e a dologban, azt mondja, természetesen, és így lesz csütörtökön este 6 órakor ez az estünk, amelyet Hajnalkával ugyan már 7. vagy 8. éve visszünk, nemrégiben Mérken voltunk a római katolikus templomban, hogy egy görög katolikus kápolna építését segítsük. Milyen gyönyörű, hogy két keresztény felekezet nyújt egymásnak kezet és segítenek egymáson. Ott a római katolikus atya ott, és nem csak a helyjel, hanem mással is, anyagilag is támogatta ezt az egészet. Olyan megindító volt számomra, tehát úgy gondolom, hogy most csomó, nem tudom én, különbséget félretéve azért is kell segíteni, mert hogyha egy csomó ember oda eljön, függetlenül attól, hogy ad-e pénzt, vagy nem ad pénzt, ott lesznek az emberek, és hitem szerint mindenki ugyanarra fog gondolni. És nagyon-nagyon hiszek abban, hogyha sok ember egyszerre ugyanarra gondol, akkor ezek az energiák összeadódnak, és valami lesz. Az egyik Mécs László versben
van egy ilyen szép gondolat, hogy jó lenne az összes szíveket gyöngycsorba fűzni. Ezer egy éj titkos holtsugárral s keringeni, mint a játszó gyermekek, kik kéz a kézben körbe-körbe járnak, s ha egynek köztük véres lett a lába, megáll az ének, játék, mind megállnak, mert mind megérzi, hogyha egy beteg. Tehát egyébként is azért ragaszkodtam Mécs Lászlóhoz, mert hát borzongató, hogy milyen aktuálisak és élőek, lángolóak azok a háború ellenes gondolatai, amiket ő ugyan a második világháborúval kapcsolatban fogalmazott meg, de most, ahogy ott álltam mérken a templomban, én magamtól borzongtam meg, hogy amiket a számra vettem. És nagyon remélem, hogy ezek az energiák, ezek a szándékok, ima szándékok, így húsvét előtt, ezek célt érnek, és meghozzák a békét. Igen, én is azon gondolkodtam, hogy a közös imák, a közös, akár közös meditációk, tehát egyfajta közös jó gondolatoknak ugye a teremtő erejében Igen. hisznek azok, akik csatlakoznak. Hogy épül föl maga az est? Tehát hogy kell elképzelni? Hajnalkával úgy adjuk át ezt az estet, hogy tulajdonképpen minden egyházi ciklusnak megfelelően, most például a húsvéti böjtnek, a húsvétnek a feltámadás fényében keresett Hajnalka olyan népdalokat, amelyek kísérik és próbálnak illeszkedni a különböző gondolati egységekhez. Hát összeszedtem azokat a Mécs László verseket, amelyek egyrészt a háború ellen szólnak, másrészt az összes olyan, hát tulajdonképpen alig elképzelhető kételyről és kínról és iróniáról és akár egy-két humorbombonnal fűszerezve olyan dolgokról, amit talán egy papról fel se tételezünk. Azért nagyon sokszor kaptam azt, hogy biztos, hogy pap írta ezt? Igen. Az összes költemény az ő tollából született, és hát mind a mai napig nem egy túl sokat emlegetett és túl sokat használt költőnk, és ezt úgy gondolom, hogy ezt nekem mondanom kell. Tulajdonképpen ugye itt is van egy ilyen kulturális misszió, hiszen végül is bemutatsz valakit, aki tényleg nem a legismertebb irodalmárok egyike, és valóban én magam is elég tájékozatlan vagyok mondjuk az általa írt költeményekben. Ugye azt mondtad, hogy akik oda eljönnek, azok egy szellemben és egy érzésben fürdőznek majd tulajdonképpen aznap este, és reményeink szerint ezzel is jobbá tesszük egy kicsit a világot, de azért tevőlegesen anyagilag is lehet támogatni, hiszen ugye a bevétel, az tulajdonképpen mivel egy jótékonysági rendezvényről van szó, a háború elől menekültek megsegítésére lesz majd fölajánlva. Hogy kell ezt elképzelni? Tehát lesz egy urna, ahova mindenki, Igen. vagy egy számlaszám, ahova esetleg Nem, még utalhatnak ezt is? Ezt rektor atyára bíztam ennek a technikai lebonyolítását. Belépődé nincs, urna is lesz kitéve, illetve majd aztán a atya rendezi a többit. Tehát igazából legyünk együtt, és a többit meg fel kell bízni. Úgy lesz, ahogy lennie kell. Frusina, még van egy nagyon kevés időnk, és közben arra is gondoltam, hogy ugye jó dolgokat kell tenni, és megpróbálni az élet szépségeire koncentrálni, és élni az életet, mert hogy az élet megy tovább, és a tavasz ugye erről is szól, meg hát a húsvét, a feltámadás, hogy újjászületünk kicsit lélekben és testben is, meg a természetben is, úgyhogy talán ugye egy művész mit tehet? A színpadon van, játszik, vagy nevettet, vagy mély érzéseket ébreszt. Most az elkövetkezendő hónapok még hogyan telnek neked, mint színésznőnek itt a színházban is? Felújítunk különböző színdarabokat. Egy fontos büszkeségről be kell számoljunk, hogy a nemrégiben elindult Déréné programban
az Aranymetszés című előadásunk, amelyet Rák Zoltán Arany János veretes évfordulójára szerkesztett és rendezett meg, azt beválasztották, és tehát ugyanúgy, ahogy annak idején a Déréné hadművelettel jártuk a megyét, most a Déréné programban az Aranymetszéssel fogjuk járni az országot. És hát ez szerintem ez a Nyíregyházi Móri Zsigmond Színházat is dicsőíti, és remélem elismernek majd minket, mert ez egy kiváló előadás, és nagyon fontos, hogy hogy az Arany Petőfi kapcsolatot is nagyon szépen megmutatja, és részleteiben is hallhatja majd a néző. És hát ugye tulajdonképpen a Petőfi emlékév van, úgyhogy ez is aktuálissá válik. Hát Fuzsina, nagyon szépen köszönjük, hogy itt jártál, és várunk minden nézőt, vagy minden adakozni, vagy közösen gondolkodni és elmélyülni vágyót akkor a Szent Atanáz Hittudományi Főiskolára csütörtök este 6 órára. Köszönöm szépen! Kedves nézők, egy kicsit a jövőben is kalandozunk a következő bejátszással. Nyíregyházán nyílt meg az ország első digitális tudás központja. Ebben a miniatűr digitális világban tanulhatunk, dolgozhatunk és szórakozhatunk is. Stábunk a közösségi tér átadóján járt, ahol 3D nyomtatós és mesterséges intelligenciával felruházott robotkutyát is láttak. A fiatalok egy-egy tablet segítségével irányítanak 2 robotra hasonlító guruló eszközt, így fociznak. Itt viszont már egy robotkar adja kézbe a kért tárgyat, jelen esetben egy kulcstartót. A kis robot figura pedig pont úgy táncol, ahogy a gazdái, megfelelő programozással ugyanis leköveti a kívánt mozgást. A legkülönfélébb eszközöket lehet megtekinteni és kipróbálni a Nyíregyházi Digitális Tudásközpontban. A 21. század az a digitalizációról szól, és a digitális képességek fejlesztése az szinte elengedhetetlen. Ez olyan, mint 200 évvel ezelőtt az írástudás megjelenése, vagy az analfabetizmus felszámolása, és ez a digitális tudásközpont egy Nyíregyházán a digitális jóléti program része, Nyíregyháza stratégia együttműködési megállapotást kötött ezzel a digitális programmal, vagy jóléti programmal, és ebből alakították ki ezt a digitális tudásközpontot, amelynek 2 elemére hívnám föl a figyelmet. Az egyik a módszertan, hogy a digitális képességet, készséget hogyan kell fejleszteni, a másik pedig, hogy kik használhatják. Ide bejöhetnek iskolákból a diákok, bejöhetnek civil szervezetek képviselői tagjai, az egyetemekről bejöhetnek, és szakkörök, táborok találhatók, nagyon népszerű a diák körében ez a digitális készségfejlesztés. Szakkörök, táborok szervezésére és lebonyolítására van itt lehetőség. A fiatalok minden kreativitásukat kielhetik, hiszen a mai gyerekeknek már szinte a vérében van a digitalizáció. Amikor 2 éves volt a kisfiam, akkor elromlott a számítógépünk, és elvitettük megcsináltatni, szakember visszahozta, és annyit kérdezett, hogy mondjam már meg, hogy kinyúlt utoljára a géphez. És akkor mi mondtuk, hogy a 2 éves kisfiunk volt csak, aki hozzányúlt. És azt mondta, hogy visszabontotta a számítógép agyát, hogy ő bele tudjon lépni egy programba. És hogy el ne merjem tiltani a számítógéptől a kicsi gyereket, mert bizony ez a jövő generációját fogja szolgálni. Úgyhogy persze, nagyon fontos, hogy sportoljunk és mozgásgazdagon éljünk. A sportban is meghatároztunk nagyon sok feltételt, amelyet meg kell valósítsunk, hogy ténylegesen a digitalizáció világába tudjunk haladni. De mindenkit arra ösztönzünk, hogy ha már ténylegesen ebbe a világba élünk, akkor használjuk jól a számítógépet. Az itt található eszközök kortól függetlenül megalapozhatják a ma már szinte nélkülözhetetlen digitális tudást. Ez egy Edison robot, ez Lego Spike robot, és ez meg Revolution robot. Ezek mindegyikkel elég egyszerűen lehet tanulni, gyerekeknek is ajánlott. Blokkokkal lehet őket programozni. Így a gyerekeknek azért jó, mert ez játékos és viszonylag egyszerű. A haladóbb programozóknak már Pythonban is lehet programozni ezeket a robotokat. Mi az, amit meg lehet tanulni egy ilyen robottal egy gyereknek például? Hát az algoritmikus gondolkodást, az, hogy hogyan épül fel egy program,
És hát gyakorlatilag ezek, van ezek közül olyan, ami az ipari robotoknak egy ilyen lekicsinyített és leegyszerűsített verziója, szóval később erre is hasznos lehet, hogy esetleg valaki nagyba akar gondolkozni. iOS-ra, Androidra, vagy akár Windowsra is letölthető programmal lehet irányítani. Mozgolódik. Lego Spikes robot, ő itt táncolni tud. Na, táncoltassuk meg. Mindjárt meg is mutatom. Bekapcsolok. És így lehet állítani ezzel a gombbal a sebességet. Lassabban táncol. Akkor hozzá nem kell külön applikáció, meg távirányító. Nem, viszont őt is egy ilyen blokkos elemekkel kell programozni, vagy őt is lehet Pythonba programozni, számítógépes szoftverrel, de hozzá nem kell semmi más. Ezekkel a gombokkal lehet őket vezérelni. Már többször említetted ezt a Python programozást, ez mi is pontosan? Hát a Python ez egy programozási nyelv, és hát főleg így az iparban elterjedt, és ilyen robotokat programoznak vele. Nem csak a gyerekek kíváncsiak a különböző fejlesztésekre, a tanulás bárki számára elérhető. Igen, sikerült időben chiphiány ellenére is leszállítani az alkatrészeket, sikerült a beruházást, a felújítási munkálatokat befejezni, egy nagyon szép kultúrát és élményekkel teli helyen sikerül most ezt a rendezvényt megtartanunk, de ez egy nagyon fontos munkának a kezdete, és ezt a tudásközpontot, ezt innentől kezdve, ahogy majd szimbolikusan a kulcsot átadjuk a városnak, átadjuk ezt a lehetőséget, amivel élni kell, és ami nagyon fontos, hogy itt nem csak a gyerekeket várjuk majd, vagy várja majd a tudásközpont, idősebbek is elkezdhetik. Mindenki, akit akár még nem érintett meg a digitalizációnak a szele, akár szeretne magában egy kicsit több tudást tudni, vagy a digitalizációra kapcsolatban több ismerettel rendelkezni, azzal a nem titkolt szándékkal, hogy a munkaerőpiacnak ennek a 21. században elég erőteljesen a digitalizáció által megérintett és átalakított munkaerőpiacnak hasznosabb tagjai tudnak lenni. És akár a jövőbe is bepillantást nyerhetnek a mesterséges intelligencia segítségével. Ez a robot kutya megkapja a vezényszót, vakkant egyet, és a jól megérdemelt fejvakarás után végrehajtja a feladatot. Ez a robot kutya 2 millió forintba kerül. De más érdekes, szinte hétköznapi eszköz is van a tudásközpontban. Itt vagyunk egy 3D nyomtató mellett. Mi az, amit ezzel el lehet készíteni? Most például mi készül? Ez a 3D nyomtató jelenleg az egyik legelterjedtebb az iskolákban, mert egy könnyen kezelhető, úgynevezett PLA műanyagot megolvasztó technikával nyomtat különböző 3D tárgyakat. A háromdimenziós tárgyak azok egy tervezőprogrammal lettek megtervezve, utána a speciális nyomtatónak a szoftverével úgynevezett felszeletelve, mert a szeletek azok a rétegek, amelyek alapján össze fog állni majd a kéztárgy. Ezek a rétegek minőségtől függően beállíthatók különböző nagyságban, attól függ, hogy mennyire szép, vagy hasznos, vagy erős, vagy különböző alakozatot akarunk nyomtatni. Ezzel a technikával készült el a Nyíregyházi Digitális Tudásközpont jelképes kulcsa is, amelyet szerdán vehetett át a város polgármestere.
Köszönjük szépen, Csaba, lassan még táncra is perdülünk a tárogató hangjára. Hát, hölgyeim és uraim, a hangszer művelője Nagy Csaba, tárogató művész, a Rákóczi Tárogató Egyesület alapító elnöke, aki a közelmúltban Liszt Ferenc díjat vehetett át, és én olyan szerencsés vagyok, hogy a kezemben is tarthatom ezt a díjat, és azon gondolkodtam, hogy hát nem véletlen, hogy ezt megkapta. Szívből gratulálunk ehhez a csodálatos elismeréshez. Szerényen itt még a beszélgetés előtt azt mondtad, hogy ez nem csak a te érdemed, hanem a kezedben tartott hangszeré is. Hát egy ilyen alkalom, mint a Liszt díjnak az átadása, úgy gondolom, hogy egy megállító pont az ember életében, és számadást kell vetni arról, hogy hol is tartunk. Közel 50 esztendeje kísérő társam a tárogató, így aztán mindenféleképpen azt kell, hogy mondjam, hogy csak fele részben az enyém az érdem, aztán a másik 15-20% a hangszeré, a következő érdem pedig szerintem a családé, akik hajlandók elviselni azt, hogy zenész van a családban, és a zenével kapcsolatban pedig nagyon sok olyan kompromisszumot kell kötni, ami a gyakorlással, szereplésekkel kapcsolatos. Tehát az érdem egyik része, és aztán a másik részét pedig szétosztom. És miért éppen a tárogató lett az a hangszer, ami elkísért, illetve egyáltalán, ami megdobogtatta a szíved, és ez lett tulajdonképpen ugye a hivatásod? Szerencsés időszakban jártam a Nyíregyházi Bessenyei György tanárképző főiskolára, hiszen ott ismerkedtem meg kiváló népzenész tanárommal, Dancs Lajos tanárúrral, és ő volt az, aki a tárogató hívta fel a figyelmemet, és az ő időszaka alatt, az ő mentorsága alatt a népzenének és a tárogatónak a történetével és a mienségével ismerkedtem meg. És aztán a másik terület a történelmi oldal volt, és ez lett az erősebb, hiszen történelem szakosként elsősorban az érdekelt még, hogy vajon milyen zenei anyag, történelmi zenei anyag szólaltatható meg ezen a hangszeren. Mert közben nem mindegyik egyébként? Nem mindegyik. Közben elvégeztem a zeneművészeti főiskolát, és így szerencsésen kapcsolódott egymáshoz most már egy alaposabb zenei ismeret és egy történelmi ismeret. És én a 17-18. Század zenei irodalmához fordultam vissza, magyarul a kuruc időszakhoz és a Rákóczi szabadságharc idejéhez. Ebből az időszakból nagyon kevés zenei anyag állt akkor rendelkezésre, de kutató munka segítségével eljutottam odáig, hogy ennek a történelmi időszaknak azt a zenei anyagát földolgoztam, amelyik nagyon jól eljátszható tárogatón. És erre kíváncsi volt az első időszakban a Magyar Rádió, ott készültek zenei felvételek, aztán egy nagy lépést jelentett az, amikor a Hungaroton hanglemezgyár elkészítette az első két fekete lemezt. Uh-huh. Úgy gondolom, hogy nagyon sikeres felvételek voltak ezek, kiállták az idő próbáját, hiszen később aztán elkészültek CD formában is, ma is kaphatóak ezek a zenei fölvételek, és nagyon sokat használ belőle a Magyar Rádió akkor, amikor nemzeti ünnepeink alkalmával ilyen típusú zenei anyagra van szüksége, illetve olyan rádiójátékok alkalmával, amelyek esetében is háttérzeneként ezeket a fölvételeket használják. És hát, ha szerencséről esik szó, akkor olyan zeneszerzőkkel sikerült találkozni és együttműködni, mint Farkas Ferenc tanár úr. Ő már akkor bizony a 80-as éveiben járt, de képes volt bejönni a Hungaroton hanglemezgyárba, és végighallgatta, és instrukciókat adott, hogy hogyan is készüljön, és hogyan lesz ez még hitelesebb. Kocsár Miklósnak is nagyon sokat köszönhetek, Nyíregyházához a zeneszerző sok szállal kapcsolódik. Hát milyen jó, hogy ezt a tárogató révén is erősíteni tudom.
Végvári Rezsőt és még néhány zeneszerzőnek a nevét sorolhatnám, akik segítői voltak annak, hogy ne csak szólisztikusan szóljon a tárogató, hanem kamarazenében, akár vonózenekari kísérettel, vagy cimbalommal és csembalóval. A nézők egy Rákóczi nótát hallhattak itt néhány perccel ezelőtt, és azt mondtad, hogy aktuális, hiszen most volt 4 nappal ezelőtt Rákóczi születésnapja. És ha már itt a történelem és a zene vonaláról is beszéltünk, ugye a Rákóczi Tárogató Egyesületnek te az alapítója vagy, és ez nem csak Magyarországon, hanem nemzetközileg is elismert ez a szervezet, olyannyira, hogy most a 25. országos tárogató találkozón is gondolom, hogy nagy a feladat. Ahogy elmondtad, hogy gyakorlatilag szinte a nulláról kellett mondjuk a zeneirodalmat összerakni, azon gondolkodtam, hogy mekkora segítség ez azoknak, akik mondjuk most fertőződnek meg ezzel a fajta szerelemmel, és kezdenek hangszert tanulni. Nagyszerű dolog, hogy a mi megyénkhez kapcsolódik az a tárogatós központ, amelyik egy történelmi emlékhelyen, Vaján, a Vajai Kastélyban működik, és valóban szervezeti és szakmai központ. Évente tartunk országos tárogatós találkozót, 5 évente pedig tárogatós világtalálkozó megrendezésére kerül sor, és az elmúlt évben a 6. tárogatós világtalálkozót tartottuk, tehát ez azt jelenti, hogy 30 éves múltra tekint vissza ez az egyesület. És hány országban ismerik a hangszert? Most, tehát az elmúlt évben, akkor, amikor júliust írtunk, és még mindenki maszkot hordott, és nagy nehézségek árán lehetett csak ilyen rendezvényt megtartani, ebben az időszakban 11 nemzet tárogatósai jöttek el. Hihetetlen módon vállalták azt, hogy Norvégiából eljönnek, hogy Hollandiából itt lesznek, hogy Németországból, Svájcból és Amerikából is jött tárogatós társunk, pedig a másik tárogatós, akit vártunk, és még többet vártunk volna, azt írták, hogy szinte horror Európába átjönni, tehát lehetetlen. De ez vállalta. Ezzel egy tárogatós vállalta, hogy igen, ő Amerikából elutazik, és itt is volt végig a tárogatós találkozó ideje alatt. És bocsáss meg, mert nagyon-nagyon fogy az időnk, a saját tradicionális zenéjüket is megszólaltatják különböző országba érkezett tárogatósok? Tehát a saját népzenéjüket is játsszák, nagyon fontos feladatnak tartják révén, hogy mindenki magyar hangszerként tartja számon a tárogatót, egyébként a nevét nem fordítják le, mindenütt tárogatónak írják és mondják is, és természetes módon magyar zenét is játszanak tárogatón. Tehát a tárogatós központ itt van a mi vidékünkön, és valóban így van. Aki tárogatót szeretne tanulni, az fordulhat Vajához, illetve a Rákóczi Tárogató Egyesülethez, de azt is elmondhatom, hogy a legmagasabb szinten is oktatják ma már a tárogatót, hiszen Budapesten, a Zeneakadémián van olyan tanszak, hogy tárogató tanszak. Lefelé még kicsit nehezebben építkezik, mert a Zeneakadémián tanítják, a szakiskolákban tanítják. A zeneiskolákban van olyan zeneiskola, ahol már elkezdődött a tanítás. Remélhetőleg egyre többen szeretnék azt, hogy egy történelmi magyar hangszerrel megismerkedjenek, és ez a hangszer az, amelyet az utóbbi időben azon megtiszteltetés ért, hogy kiemelkedő magyar nemzeti érték címet kapott, sőt ennek a piramisnak, a Hungarikum piramisnak a csúcsára is eljutott, hiszen néhány esztendő óta már a tárogató Hungarikum. Hát így tekintsünk erre a hangszerre, és legyen büszke minden magyar ember arra, hogy a tárogatót magyar hangszerként tartják az egész világon. Köszönjük szépen, egy zenei, illetve kulturális csemege, igazi Hungarikum volt maga a te megjelenésed itt a Weekendben, úgyhogy szívből gratulálunk, és köszönjük szépen az információkat. Köszönöm szépen én is a lehetőséget, és ha nem Nyíregyházan, akkor Vaján, vagy számos ponton az országban hallhatják a tárogatónak a hangját.
Kedves nézők, ezzel véget ért a Weekend első része. Tartsanak velünk a híradó után is gyermekkönyvtrendről, és a Sóstói Múzeumfalu szombati programjáról is beszélgetünk. Maradjanak velünk! 1967 óta Hans Christian Andersen dán meseíró születésnapján tartják világszerte a gyermekkönyvek nemzetközi napját. Következő vendégem Meltódné Szomolya Ágnessel, a Móricz Zsigmond megyei és városi könyvtár gyermekkönyvtárosával az igazán népszerű gyermekkönyvek titkait is boncolgatjuk majd a következő beszélgetésben. Szia Ági, jó estét! Azon gondolkodtam, hogy végül is, amikor valaki könyvtáros lesz, akkor már így, mint egy fakultációként választja a gyermekkönyvtáros szakot, vagy pedig ez tulajdonképpen így a munkád során alakul ki, hogy kihez mi áll közelebb, vagy a szívéhez közelebb? Hát ma már van rá lehetőség, hogy valóban szakosodjanak és fakultáció formájában válasszák a jövendő könyvtárosok a gyermekkönyvtárosságot. Amikor én tanultam könyvtárosnak, akkor még ez csak egy lehetőség volt. Tanultunk természetesen gyermekek könyvtári ellátásáról, de amikor bekerültem a könyvtárba, adódott a lehetőség, hogy a gyermekkönyvtári részen kapjak munkát, és én ezt azonnal örömmel el is fogadtam. Mindig közel álltak hozzám a gyerekek, a gyermekkönyvek, és maga az, hogy itt valóban lehet érezni, hogy valami hasznosat, valami előremutatót teszünk, azzal, hogy a gyermeket hozzávezetjük ahhoz a könyvhöz, ami őt megszólítja. Így van, és azt gondolom, hogy tényleg sokszor talán a könyvtárban is eldőlhet az, hogy valakiből olvasó és olvasni szerető ember lesz, vagy pedig simán elmegy a könyvek mellett. És talán most ez egyre nehezebb, és nagyon sokféle módon kell a gyerekeket megtalálni, megszólítani. Például ennek egyik módja az, hogy egy gyönyörű környezetben, vagy a gyerekek szívéhez és fantáziájához közel álló környezetben történjen mindez, és ugye jelen pillanatban ez is történik most a Móricz Zsigmond könyvtárban, úgyhogy igazán forradalmi, vagy legalábbis izgalmas időszakot éltek. Most minden esetre így a gyermekkönyvek nemzetközi napjához közeledve, gondolom, hogy van egyfajta ilyen számadás, visszatekintés, és ebből is le lehet vonni a konzekvenciát, hogy most mi érdekli elsősorban a gyerekeket. Hogy alakult ez az elmúlt évben? Mik voltak a legsikeresebb könyvek? Van-e trend esetleg a gyermekkönyvek piacán? Nagyon sok jó gyerekkönyv jelent meg. Igen, mondjuk a vírushelyzet egy kicsit visszavetette természetesen a könyvkiadást, de ettől függetlenül remek könyvek jelentek meg a piacon, és mi folyamatosan igyekeztünk beszerezni a legújabb ifjúsági és gyermekirodalmat. 2021-ben készítettünk egy úgymond statisztikát, hogy mik voltak a legnépszerűbb könyvek, hogy ez egy iránymutatásként szolgáljon, és hát igen, a modern írók igen erőteljesen vezetnek, tehát a fiatalokhoz szóló Leiner Laura könyvei, a legnagyobb siker például a Rumini sorozat, az nagyon-nagyon népszerű még mai napig. Viszont azok a mesekönyveket is nagyon szívesen keresik, amik valamilyen formában kötődnek valamilyen rajzfilmhez. Hát például a Magyar Népmesék sorozatot nagyon sokan ismerjük és szeretjük, ennek több könyvformája is megjelent, és rengetegen vitték, nagyon szívesen olvassák a gyerekek is, és a felnőttek is. De a modernebb mesés rajzfilmes könyvek is nagyon népszerek, a Mancsőrjárat például rengeteget viszik, a gyerekek nagyon szeretik. De a fiatal írók, tehát a kortárs írók regényei is nagyon népszerűek, például a Weber Anikó, Varró Dani könyveit is nagyon sokan vitték az elmúlt évben. Úgyhogy igen, egy ilyen kiegyenlítődés tapasztalható, tehát nagyon szeretik a klasszikus írókat is, a klasszikus meséket, de a kortárs meseírók meseregényeit, meseit szívesen olvassák a fiatalok. Lehet párhuzamot vonni, hogy a könyvesboltok sikerlistái esetleg visszaköszönnek a kölcsönzési
mutatókon is, illetve az esetleg különböző médiumokban reklámozott könyveket nagyobb szeretettel veszik ki, vagy például akár ott a könyvtárban azért ott van az a lehetőség, hogy esetleg tájékoztatást kapnak a könyvről, megnézhetik, akár le is ülhetnek, beleolvashatnak, és akkor esetleg éppen ezért alakul másképp mondjuk a sikerkönyvek listája, mint a boltokban. Ez mind együtt van. Ez mind együtt van. Olvasótól függ, és olvasóként változik, hogy mit olvasnak az egyes olvasóink, a gyerekek is, és a felnőttek is. A kisebb kor mondja általában, hogy a szülők választják ki a gyermekek olvasni valóját, és örömünkre szolgál, hogy egyre többen fordulnak olyan blogokhoz, olyan ajánlókhoz, olyan napilapokban, folyóiratokban megjelenő ajánlókhoz, amivel tájékozódnak a legújabban megjelent gyermekkönyvek iránt, és hogyha valami jót olvasnak róla, valami nagyszerű kritikát, akkor már keresik is a gyermekkönyvtárban. Egyre több a tudatos szülő, aki már egész kicsikorban, még mielőtt megtanult volna a gyermek olvasni, kiválasztja, hogy milyen könyvekkel ismerteti meg a gyermeket, és ez nagyon-nagyon fontos és nagyon hasznos, sőt, majdnem olyan fontos, mint maga az olvasás megtanulás, hogy egy stabil olvasó legyen a gyermek, mert akkor fog tudni majd élvezettel olvasni. Most újabb kutatások azt igazolták, hogy szinte fontosabb, hogy olvasás tudás előtt milyen könyvekkel és milyen irodalommal találkozik a gyermek. Tehát a kiskorban inkább ez, amit a szülők választanak. Vagy határozott céllal jönnek már be a szülők, de nagyon szívesen elfogadják a tanácsunkat és kérik is a tanácsunkat, hogy mit javasolunk. Ilyenkor mi azért egy kicsit a klasszikusabbakat ajánljuk első körben, és utána azokat a kortárs szerzőket, amik nagyon népszerűek, és tudjuk, hogy a gyerekek figyelmét megragadják. Például Dániel András Kufli sorozata volt egy másik ilyen nagyszerű kis sorozat, vagy Berg Judit Maszat sorozata, vagy egyéb ilyen modern mese könyvek. Nagyobbaknál, amikor mondjuk iskolás csoportok jutnak el ugye hozzánk, akkor már a gyermek érdeklődése a meghatározó. És az az öröm teli tapasztalat, hogy igazából a kisebb 10 év alatti gyerekek még nagyon nyitottak, őket még nagyon meg lehet fogni bármilyen érdekes témával. Megkérdezem, hogy mit szeretsz, mi a kedvenc tantárgyad, és már rögtön találunk valamilyen olvasnivalót. A nagyobbak már ugye kamaszodnak, egy kicsit már zárkózottabbak, de azt kell, hogy mondjam, hogy mindig, eddig még mindig találtunk kompromisszumot, és mindig tudtunk olyan könyvet adni, ami megfogta, vagy legalábbis belenézett és élvezett, alapozgatta a gyermek. Most két dolog jutott eszembe, az egyik az, hogy ugye mennyire fontosak a mesék, például hiszen tényleg gyógyító mesék is vannak, és ugye terápiás céllal is használják a meséket, tehát sok esetben, és úgy gondolom, hogy főleg most, amikor a gyerekek nagyon nehéz időszakon mentek át, hiszen, vagy is mennek át, hiszen egymást követő évek arról szóltak, hogy pandémia volt, vírushelyzet volt, és most ez háború van. Tehát ha olyan történeteket találnak a szülők, amik egy picit, nem a konkrétumot, de mégis ezt az érzést tudják a gyerekekből szépen oldani, akkor ez például milyen áldásos. A másik pedig, hogy említetted, hogy ez a kisiskolás korosztály mennyire nyitott. Én emlékszem, amikor az én gyerekeim is például először mehettek iskolai könyvtárba, és hazajöttek olyan könyvvel, amiről tudtam, hogy abszolút nem fogják elolvasni, de mégis az a büszkeség, hogy ő ezt vette ki, és aztán utána persze a harmadik oldalon kiderült, hogy ez messze nem neki való, de hát ugye akkor lehet, hogy éppen nem volt ott a szakember, és nem ajánlott neki egy jó könyvet, mert talán ezen is múlik. Hogyha valaki mondjuk sorra olyan könyvet visz haza, ami nem jön be, akkor lehet, hogy mondjuk lemond az olvasás gyönyörűségéről, tehát tényleg nagyon nagy a felelősség. Hogy lehet ezt úgy csinálni, hogy azért ne legyetek nagyon tolakodóak, de mégis tudjatok útravalót adni a gyerekeknek? Alapvetően megpróbáljuk először is kipuhatolni, hogy mi érdekli. Tehát, vagy én legalábbis megpróbálom megkérdezni, hogy mi az, ami őt érdekli. Ha nem tud mit mondani, akkor van-e kedvenc könyved? És hogyha azt megtudom, akkor ahhoz hasonlóval már tudunk nyitni, és hasonlót tudok neki ajánlani. Mit szeretsz csinálni szabadidődben? Tehát van egy-két olyan kérdés, amivel úgy kicsit közelebb lehet hozzájuk kerülni, és onnantól már a könyvtárban minden témához találunk könyvet. Tehát ez egy nagyon-nagyon jó hely. Tényleg elég érdekes kérdések is voltak, és találtuk megfelelő alternatívákat. Tehát nagyon-nagyon jó dolog. Mindig élveztem, amikor már kétszer sikerült ilyen élményhez jutom, hogy a szülő visszajött, hogy nagyon köszönöm, hogy ezt a könyvet a gyerek kezébe adta, képzelje, azóta olvas. Úgyhogy már legalább két gyermek nálunk, ennél több természetesen.
Ennyi volt a visszajelzés. Igen, ez volt a visszajelzés. Ági, sajnos lejárt az időnk, én arra buzdítom a nézőket, nagymamákat, szülőket és gyerekeket is, hogy menjenek és személyesen éljék meg mindazt, amiről most itt beszéltünk, és nektek pedig az, hogy sok-sok visszajelzés legyen arról, hogy a gyerekek megszerették az olvasás gyönyörűségét. Köszönjük szépen, és mindenkit szeretettel várunk a felújított gyermekkönyvtárunkban. Szombattól várja a közönséget az Augustus Oklahomában című darab, Szikszai Rémusz rendezése, a Móricz Zsigmond Színház idei évadának utolsó nagy színpadi produkciója, stábunk a sajtóbemutatón járt. Anya, ébredj! Itt a serit! De itt a... Te! Én sem itt. Anya! Anya, gyere már, ébredj! Itt várlak a lépcsőn! Gyere már! Mi? Anya, gyere! Anya! Hogyan esett a választás erre a darabra, az Augustus Oklahomában című előadásra? Ez közösen a színház művészeti vezetőjével, Horváth Illéssel találtuk ezt a darabot, vagyis hát ilyenkor mindig dobálózunk egy évvel korábban darab címekkel, hogy mi lenne az, ami beleillik a műsor tervbe, az éppen aktuális. Ugye egy vidéki színháznak játszani kell a musicaltől a komoly dologig, a stúdiótól a nagy színpadig mindenfélét, és akkor az szűkíti a lehetőségeket, másokat nyit, és akkor egyszer csak így megtaláltuk az Augustus Oklahomában. Igen, igen, Violet! Pakold összenek a seggfejnek a cuccait, de pakarítsd fel a küszöbre! Fogd meg azokat a rohadt könyveket, rakd egy kupacba! Puff! Egy az a mozdulat, már kész is a házi vágya! Lehet csütni a szalonnát! Miért kedveli ön ezt az előadást, ezt a darabot? A darabot azt azért kedvelem nagyon, mert egy nagyon-nagyon szép családsztori. Hát amennyiben szépnek mondható az, hogy egy küzdelmes, fájdalmas fájdalmakkal, tüskékkel és szeretettel és szerelemmel teli történet, aminek nem feltétlenül pozitív minden irányba a kicsengése, de hát mutasson nekem valaki egy családot, ahol mindenki boldog az unokától a nagynénig. Úgyhogy ezért szeretem. Az élet nagyon hosszú, Thomas Stearns Eliot. Film is készült ebből az előadásból, és nyilván az egészen más jellegű, és nyilván Amerikában sokkal nagyobb színpadokon játsszák az előadást. Mennyire volt nehéz ezt a történetet itt megjeleníteni a nyíregyházi színpadon, ami nem egy óriási színpad? Nem volt nehéz, tehát hogy van egy csodálatosan szép díszletünk, ami megfelel annak a célnak, ahogy írva van. Tehát azt kell tudni, hogy a darab leírásban 2,5 oldal a díszlet leírása, hogy mi mindennek kell benne lennie. Nyilván a filmnek másak az eszközei, tehát ott meg tényleg az van, hogy van egy hatalmas nagy vidéki háza, ahogy ezt az amerikai filmekben látjuk, a semmi közepén egy háromszintes ház. De itt is sikerült szerintem megcsinálni azt, amit szerettünk volna, és abszolút működik. Az a szerencsénk, hogy ugye ez nem egy olyan történet, ahol egy sikerfilmből csinálnak színdarabot, hanem fordítva van, hogy ez egy nagyon sikeres színdarab volt Amerikában, amiből aztán filmet csináltak. Magyarul az a nagy helyzet van, hogy ez eleve színpadra íródott. Nem tudom, hogy Amerikában nagy színpadokon játsszák, hát biztos, hogy kell hozzá egy méret, ma ez emiatt a 2,5 szint miatt is, ami kihagyhatatlan. Tehát egy házat kell oda varázsolni valamilyen formában a színpadra, különböző szobákkal, hálószobákkal, nappalikkal és konyhával együtt. Nagyon nehezen kihagyható, tehát ez nem egy ilyen szimbolikus valami, de szerintem nekünk ez nagyon szépen sikerült. Annyira jó szíved. Passzol hozzám, és tök jól bánik velem. És tudod, mi a legjobb benne nekem? Hogy a mostra gondolok. Én a mostban élek. A figyelmem központja, az életem, a világom. Az most van. A jövőt képtelenséggel tervezünk. Amint megteszed, történik valami. Kit alakítasz az előadásban? Én vagyok Karen, a középső lány ebből a családból. A tipikus második gyerek, és minden, ami ezzel együtt jár. És mi jár ezzel együtt? Hát a lehető legkevesebb figyelem, ami jut erre a lányra. Ebből kifolyólag ő el is menekül, ebből a családból elég korán. Saját lábára áll, megteremti a saját karrierjét, a saját életét, és csak ünnepnapokkor és csak a legszükségesebb esetben gyűlnek össze, és találkoznak, és jelenik meg. Szereted ezt a figurát? Nagyon izgalmas figura. Egy nagyon életigenlő
szereplő, aki valahogy mindig megpróbál minden lehetőségből kihozni a legoptimálisabb, legpozitívabb képet, és ennek megfelelően élni. Ezt nevezhetjük pici naívságnak, vagy egy pici, nem is pici hazugságnak az életében, de ez tartja őt életben, hogy minden helyzetből a legjobbat akarja kihozni, és a legjobb opciót kiválasztani, és akkor attól ő boldog, és akkor rendben van az ő kis élete. És igazán jellemző rám ez a magatartás, én is egy nagyon optimista személyiség vagyok, és így pofán csapott, mondhatjuk így az olvasó próbán a szöveg, amikor elolvastam, hogy bizony, én is sokszor menekülök a pozitivizmus felé bizonyos helyzetekben. Amerikában nagyon sikeres volt ez a színdarab, és a film is nagyon sikeres volt. Mi lehet ennek az oka szerinted, hogy ekkora sikert aratott, díjakat is nyert? Azt gondolom, hogy azon túl, hogy nagyon mély és nagyon fájdalmas a történet, iszonyatosan hétköznapi, és mindannyiunk ajtaja mögött ez zajlik. Pepitába, kinél kicsit így, kinél kicsit úgy, de hogy nagyon életszagú, nagyon a jelen van megmutatva, és ezzel tudnak azonosulni az emberek, és ráismernek a karakterekre a saját családjukon belül, és esetleg megérthetnek bizonyos helyzeteket, és szerintem ez nagyon közel hozza a közönséghez ezt a művet, és talán ettől is lehet. Nyilván a parádés szereposztás a film kapcsán az is segítette ezt a dolgot, mert tényleg frenetikusak, úgyhogy szerintem emiatt. Nyilván egy nagyszerű darabnak a próba folyamata is valószínűleg nagyszerű volt, így van ez? Igen, én most dolgozom először Rémusszal, fantasztikus rendezőnek és embernek tartom, és eszméletlen finomsága és érzékenysége van a színész vezetésbe, és nagyon nagy élmény volt megtapasztalni, és az ő kis mankóin keresztül felépíteni ezt az egész monstrumot, amit majd láthat a néző. Megtaláltuk az édesapádat. Meghalt. Kit alakítasz az előadásban? A neve Kicsi Charles, aki két szereplőnek a fia, és így tartozik a családhoz, de igazából a rokoni szálakról nem mondanék többet, mert nem szeretném lelőni a poént. És arról lehet beszélni, hogy milyen karakter ez a Kicsi Charles, vagy esetleg, hogy miért hívják kicsinek? Igen, igen, talán azért is, hogy a Kicsi Charles, mert a családban úgymond a legfiatalabb jövevény, viszont hát úgy is kezelik. Tehát van itt, hogyha megnézik majd az emberek, nézzük az előadást, akkor majd látják, hogy miért ő a Kicsi Charles. Tulajdonképpen nem olyan ember, mint ahogy bánnak vele. És ez a viselkedés, ez nagyon ráépül, és attól kialakul egyfajta viselkedés, de ő nem az, mint ahogy gondolnak róla, vagy ahogy viselkednek vele. Ez is ki fog derülni az előadásban. Milyen volt a próba folyamat? Nagyszerű. Ez nagyon jó próba folyamat volt. Egyrészt ez olyan, amikor nagyon ritka helyzet, amikor minden összejön, amikor nagyon felkészült a rendező, aki nagyon tehetséges, nagyon jó, nagyszerű volt vele dolgozni, mert iszonyatosan jó észjárású és jó ízlésű ember, remek az anyag, nagyon jó a csapat, úgyhogy imádtuk. Tényleg ez egy nagyon, nagyon jó, nagyon nehéz, de nagyon jó darab. És miért volt nehéz, vagy miért nehéz a darab? Nehéz az anyag. Nehéz, mert olyan élethelyzetekkel találkozunk benne, ami mindennapos és nagyon megérint minket. Közben ez persze sűrítve, tehát egy színházi közegben, ami nyilván mélyebb, mint mindennapjainkban, de azért ezzel mindenki találkozott egy-egy családi vacsorán, hasonló helyzetekkel, és azért mindenkit megérint, hogy azért kicsit úgy mélyre ásnak az emberek a dolgoknak, akkor látják, hogy hű, és ezt föltenni színpadra, a saját életünkből dolgozni, azért ez nem egyszerű. A művészek azt mondták, hogy ők nagyon élvezték a próba folyamatot, és ön? Én is nagyon. Igazán jó volt velük próbálni, és én ma néztem a délelőtti próbát, és mondtam is nekik, hogy az első szó, ami eszembe jut róla, az a büszkeség, hogy nagyon büszke vagyok rájuk, hogy nagyon szépen dolgoznak, és hogy nagyon örülök, hogy ezt így összehoztuk együtt. Köszönöm.
Április 2-án, azaz szombaton ünneplik a Sóstói Múzeumfaluban a Roma Kultúra Napját. Különleges kiállítással, tánccal, zenével is várják az érdeklődőket. A részletekről Kácsor Ignác Gabriellával, a Sóstói Múzeumfalu rendezvény szervezőjével beszélgetünk. Szia, Gabi! Szerbusztok! Sok szép színes plakátot hoztál, gyakorlatilag múlt, jelen, jövő, illetve hát ugye azok a fantasztikus tervek, amik már kézzel foghatóvá válnak a nézők számára is. Ugye most április 2-án a Múzeum Faluban gyakorlatilag minden lesz mi szemszájnak ingere, és reméljük, hogy a nem annyira kegyes időjárás ellenére is sokan kíváncsiak lesznek a rendezvényre. Mesélj egy kicsit arról, hogy hány órától érdemes már kopogtatni a Sóstói Múzeum falu kapuin. Én egészen biztos vagyok benne, hogy sokan kilátogatnak hozzánk, hiszen érdekes és különleges ez az április 2-a. A Roma Kultúra Napja, Csoli Daróci szavaival élve, április első hétvégéje, vagyis szombatja, a cigányok szent napja. Magyarországon így nevezik ezt a napot. Ezért is választotta Takács Zoltán, illetve a Múzeum falu ezt a napot, hogy tulajdonképpen a nyírvasvári épületben nyíló állandó kiállításunkat közkincsét tegyük. Ezt a napot azonban megelőzte egy nagyon érdekes dolog, ugyanis március 26-án vályogvető workshopot szerveztünk, egyedülálló. A vályog az egy nagyon hálás anyag, hiszen azt mondják, hogy az a ház, az az épület, amely vályogból készül, az él. Mert hogy a sár lélegzik, és a lélegzik és élő, tehát a sárnak és a töreknek a keveréke az alkalmas a meleget bentartani, a hideget megőrizni, hogyha túlságosan meleg van odakint, és majd 30-an lelkesen vállalkoztak arra, hogy egy picikét Gáspár János mester segítségével belekerüljenek ebbe a közegbe, hiszen a mesterség az mindig szóról szóra, kézről kézre adódik át az abban való tapasztalás. Megújultak a nyírvasvári lakóépületek, a cigány lakóépületek, és az egyik megújított lakóépület ad helyet annak a kiállításnak, amely a Sár titkai címet viseli. Takács Zoltán néprajzos segédmuzeológus a megalkotója és létrehozója, és tulajdonképpen a vályogvetés rejtelmeibe szeretné a látogatókat bevonni, mert hát bizony ez egy nagyon különös és sajnos múlófélben lévő mesterség. Ugyanakkor azt gondolom, hogy nagyon sokan, akik környezettudatosan élnek, illetve megpróbálnak nem óriási ökológiai lábnyomot hagyni itt létükkor a földön, azok előszeretettel fordulnak akár a szalmaházak, akár a vályogból készült házak felé, de valóban azzal találkozunk, hogy már ugye hát annak idején a vályogvető cigányok gyakorlatilag generációról generációra adták tovább ezt a mesterséget, de aztán ugye az elmúlt időszakban az építőipar egyéb nyalánkságai kiszorították a piacról. Van egyáltalán ennek tényleg képzési formája, vagy csak ilyen kis workshopokon lehet tulajdonképpen a mesterséget tanulni? Én azt gondolom, hogy ez lesz az út, mert hogy nem titok, hogy nem ez volt az egyetlen hagyományteremtő szándékkal kezdeményezték ezt a kollégáim, és nagyon sok jelentkező volt, így az igény is teljesen egyértelmű. Legyen ez fenntarthatóság, legyen ez tulajdonképpen a büdzsé szűkítése, vagy az a fajta hagyományos tartalmi érték átadás, ami a mesterek által kezd sajnos kimúlni. És ennek szeretnénk mi ott a Sóstói Múzeum faluban teret adni, és hát tulajdonképpen azért a napi programot is, ha megengeditek egy picikét, okay, szeretném bemutatni, hiszen én azt gondolom, hogy Nagy Ecsediek a vendégeink. Nagy Ecsed a hagyományos cigány kultúrának egyik bölcsője. Zoltán Borzován Eszter lesz az, aki a kiállítást megnyitja. Táncosok lesznek azok, akik táncukkal méltatják ezt az eseményt, akik oda látogatnak hozzánk, ők tudnak majd egy picikét a táncos bemutatóból is szemezgetni, ha valaki szeretne, akár táncot is tanulhat ezen a napon, és hagyományos cigány ételeket kóstoltatunk, ez jelenti a lecsós pörköltöt és a bodagot, a cigány kenyeret, ami egy egyszerű elkészítésű kenyér, de mindenképpen nagyon ízletes. Ezen esetleg kívül, egy recepttel tudsz szolgálni? A recepttel a bodag lisztből és vízből készül, kettőféle formája van, az egyik a kemencében való sütés, pászkának vagy vakarónak is ismerik egyébként, vagy pedig olajban sütik,
Nem árulom el, hogy melyik lesz az, amivel a nagyecsediek jönnek, én már tudom, szerintem érdemes lesz megkóstolni. Ezen kívül mestereket is hívtunk, kosárfonó, teknővájú és kanál faragó lesz az, akinek a munkáját, tevékenységét figyelemmel kísérhetik a látogatóink, és előadások kapcsán pedig a cigányok kultúráját szeretnénk egy picikét, azt gondolom, hogy méltatni, mert egy nagyon megtartó és nagyon érdekes közösség az, akik szerintem számos értékes dologgal ajándékoztak meg bennünket is, annak idején akkor, akár amikor a vályogvetés még divat volt, hiszen Takács Zoltán kollégám azt üzeni, hogy ők voltak azok, a vályogvető cigányok, akik tulajdonképpen a Szabolcs-Szatmár-Berek megye falvait felépítették, hiszen a vályog tégla az ő kezeiknek a munkája, és ez a fúzió, én azt gondolom, hogy egy nagyon értékes és megszívlelendő dolog. Igen, lehet, hogy éppen ez a megye lesz az, aki pont ezen a területen valami újat alkothat. Így van. Valóban, hogyha azt nézzük, hogy milyen építőipari árak vannak, akkor lehet, hogy egy sokkal költséghatékonyabb és tényleg természetesebb építészeti megoldás lehet. De hát nem csak a zenében, meg a táncban alkottak különlegeset. Itt ugye a mai nap például beszéltünk a gyermekek meséiről, illetve a gyermekmesékről, és fantasztikus cigány népmesék vannak, gyönyörű képzőművészeti alkotások vannak, úgyhogy nekem azt hiszem van is egy olyan cigány mesekönyvem, egyszerű lejárt egy fát, hiszem, hogy ez a címe. Úgyhogy aki egy kicsit azért bele tudja magát ásni a roma kultúrába, az valóban tudja, hogy nagyon-nagyon sok kincs van, és azért a tehetség ott van a gyerekekben, úgyhogy nagyon fontos dolog maga a pedagógia, hogy ezt felismerje és segítse azokat a gyerekeket, akik többre hivatottak és tényleg tehetségesek. Kiket vártok egyébként most másodikán? Én azt gondolom, hogy Apraja nagyja legyen vendégünk itt a Sóstói Múzeumfaluba, hiszen én azt gondolom, hogy bár most mesével nem készültünk, de a Skanzen moziban egy Jó utat című filmmel szeretnénk azért gazdagítani a napot, és az mindenki számára érdekes lehet, hiszen azért azt tudjuk, hogy a cigányok utazása azért nem rövid. Uh-huh. Elindultak valamikor Indiából, legyen ez csak egy feltételezés, és azért nagyon-nagyon hosszú utat tettek meg addig, amíg megtalálta mindenki a maga hazáját. És ezt az utat szeretnénk bemutatni egy film segítségével, ahol azért alapvetően a zene és a tánc sok-sok szöveg nélkül mutatja be, hogy mennyire sokszínű ez a dolog, és hogy miért ennyire értékes, és miért ennyire gazdag, hiszen nagyon-nagyon sok más értéket is hordoz magába, akár egy-egy magyarországi cigány település, vagy egy magyarországi cigány falu is, ahol még érnek ilyen emberek. Furcsa dolog jutott eszembe, hogy te táncos vagy, egy nem cigány gyökerekkel, vagy cigány származású néptáncos. Tud úgy valaha is táncolni cigánytáncot, mint egy valódi cigánytáncos? Nagyon köszönöm a kérdést, szívem csücske. A cigánytánc, főként a mi szatmári cigánytáncunk, az ecsedieké, a nyírvasvárieké. Azt gondolom, hogy mindannyiunk számára álom, mert egy hatalmas kihívás. A mi magyar csárdásunk mellett, amikor összekapaszkodunk, kéz a kézben adunk információt, és leszünk egy egész a táncban, ők összekapaszkodás nélkül egyszerű mozdulatokkal tudnak olyan fantasztikus érzéseket előhívni, ami tulajdonképpen megfigyelhető, hogyha beengednek a közösségükbe, és annak részei tudunk lenni, akkor egy picikét megtapasztalható, de olyan mozdulataink soha-soha nem lesznek. Annyira könnyeden táncolnak, és ugye egyszerű minden, tehát akár a kupák, vagy maga ugye a zene is, tehát énekhanggal, mozdulattal és egy pár dologgal tudnak csodát művelni. Így van, nem kell hozzá hangtechnika, nem kell hozzá hangszer, hiszen azért kupákkal, kanalakkal, teknőkkel, és hát gyönyörű énekhanggal, azt gondolom, hogy fantasztikus dolgokat kapunk tőlük, úgyhogy érdemes azért egy picikét beleásni magunkat, vagy egyáltalán csak nyitottá válni és beengedni, mert értékes, azt gondolom, amit ők képviselnek. Nos, hát ezt lehet megtapasztalni akkor másodikán a Sóstói Múzeumfaluba. Köszönjük szépen, hogy itt jártál. Nagyon szépen köszönjük mi is. Kedves nézők, mi pedig egy kiállítással zárjuk a mai víkendet. Fotó, grafika, festmény, kis plasztika, széles műfajskálán mozog az idei nyíregyházi tavaszi tárlat.
A Városi Galériában 22 hivatásos képző és iparművész 50 alkotása látható, a kiállítás április 9-éig megtekinthető. Ezekkel a felvételekkel búcsúzom önökkel, töltsék kellemesen a hétvégét, viszontlátásra!